Szép jó reggelt mindenkinek. Ön megmutatom, milyen jó a kínál. Minden reggel ez már engem annyira szép. Nem? Most fel kell öltöznöm. Mondjuk egy timelapse. Kész vagyok. Sietnem kell, szóval... Nem tudom. Megyek. Szerintem anyám se tudja, hogy csinálom ezt, de most itt vagyok. Most van 8 óra, és kb. 52-kor indultam a sulitól, és már itt vagyok a Barbakánnál, és sétálok lefele a 2-3 perc, és ott vagyok. Nem kell nekem 10 perccel, és itt voltam, nem tudom. Anyám, mindig megoldom. Hála Isten. Ajaj. Na, most kb. Minusz 7-5. Valahogy ilyen fok lehet, mert hideg, nagyon hideg van, na mindegy. Most megyek anyámhoz, átveszem a pénzt, hogy kifizessem az órákat. Kedden vizsgálatok a vezetésből. Jaj, Jézusom, de hideg van, lefagy a kezem. Sietek vissza a suliba matek órára, hogy arról ne hiányozzak már. Igazolás az itt van készen. Ezeket a vlogokat meg kéne vágni igazán. Én mindig van lemaradásom, kb. 13, de egyre több lesz, minél többet csinálok. 14, de hogyha kérek egy pár ismerős, hogy segítsen, bátyámat megkérném, hogy segítsen, akkor gyorsabban tudnánk haladni, és akkor feltölteném a vlogokat, és akkor márciusra meg lenne, kirándulásra újra. Csak remélem, ott lesz nálunk internet, ha nem, akkor én Starbucksnál kell feltöltenem. Jaj, de jó lesz. So, I'm looking forward. Let's do it. Man, it's cold outside. Ezt leadhatom itt nálam? Leadhatod, igen. Szuper. Okay. Ezt tudod adhatod nekem. Okay. Én várok, jó? Pénzt elkértem, és most megyek vissza a suliba matek órára, nehogy elkéssek. Jaj, Heblin talán ő büszke lehet rám. Most megyek vezetni, 39%-on van a telefonom, és nem tudom, hogy került oda. Fél órára raktam föl töltőre, és 39%-on maradt. No sense. Na mindegy, a töltővel nincsen semmi baj, mert azt jelezné különben a telefonom. És ráraktam a radiátorra is, hogy talán, hogy lehűlt a telefonom, mert nyitva van az ablak. De még ez sem, elég meleg a telefon, szóval semmi ötletem nincs, hogy miért. Mondjuk közben rá voltam kapcsolva a Jamboxra. Még zenét is hallgattam, és még az internetről is ment, a YouTube-ról. Szóval lehet, hogy meg a hideg, lehet, hogy ez annyira levitte, hogy nem tölt közben semmit. Szerintem csak egyszer túl hideg volt a telefonnak, vagy valami ilyesmi. Én most elindulok, most még 15 percen van, hogy leérjek. Simán odaérek. Összepakoltam, este nincs tánc. Szüleimnek, vagy a családnak beszereztem kaját. Itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, és egy 7. spagetti. A másik azok csak francia saláta meg csirke, szóval jó étvágyat nekik. Hogy most nem erüljön tovább a telefonom, ezért mondjuk azt, hogy csinálok egy forgást.
és akkor így nem fog merülni a telefonom, és közben tudok anyámmal telefonálni. Végtére is ez a bajom, ezért kellene nekem egy kamera, mert tudnék venni, rohadt jó felvételeket csinálni. De nincsen annyira jó vágási technikám még, meg programkezelési technikám, hogy megérné nekem egy kamerát venni. De mégis jó lenne, mert így tudnám használni a telefonomat arra, amire igazság szerint használnám. A telefonálás, zenehallgatás. Erre használom a telefonot, meg az e-mailjeimet megnézem, meg innen csinálnak mindent. Gépemről, ott csak vágok videókat, meg töltök le zenéket, de igazság szerint én a telefonomat használom a legtöbbet, ilyesmire. És hogyha meg épp most csinálok egy videót, akkor hogyha felhívnak, akkor a videó leáll és beszélgetnem kell, vagy mondjuk lassított felvételt csinálok, akkor az a sát az elveszik, de beszélgetek, vagy nem tudok zenét hallgatni közben, szóval... De nagyon rossz úgy, szóval szerintem most mondjuk nem forgást csinálok. Csináljunk olyasmit, hogy a vezetés az jól ment. Most van kb. 11 óra lesz. Szóval még egy óra vlogvágás. Hát hogyha minden jól megy, akkor én fel is próbálok tölteni egy újat. És a 122-est. Örülnék, hogy be tudnám ezt fejezni. Ha mindegy. Én itt befejezem ezt a vége a vlognak.